Az idei év januárjában Kassán megnyitott Márai Ház népszerűsítését szorgalmazza a Szlovák Kulturális Minisztérium. Erről Rigó Konrád államtitkár egyeztetett Kassán a Márai Ház vezetőivel. A tárgyaláson részt vett a Budapesti Szlovák Intézet, illetve a Szlovák Turisztikai Képviselet vezetése is, akik nagyban segítik a Márai Sándor életét és hagyatékát bemutató emlékmúzeum látogatottságának növelését. Korábban a földszinten egy emlékszoba őrizte az író és családja emlékét. A Grosmit család egykori otthonát, a Csemadok Kassai városi választmánya a magyar kormánynak köszönhetően megvásárolta, majd a Petőfi Rodalmi Múzeummal együttműködve kiállítást hoztak benne létre. Az emlékház működését a Szlovák Kulturális Minisztérium biztosítja. A Mészáros utcán a Márai Ház a síkból kiugró, zárt erkéjéről és neoreneszánsz stílusú homlokzatáról könnyen felismerhető. De két emléktábla is őrzi az író és öccse Radványi Géza filmrendező emlékét. Most viszont már nem csak ezek emlékeztetnek Máraira, az emeleten a magyar kormány támogatásával emlékházat alakítottak ki. A családi házba eredeti családi bútorok, relikviák kerültek vissza. Egyre nő a vendég Száma is. Én abszolút pozitívan csalódtam, úgyhogy most a tárlatvezetésen is csillogó szemmel hallgattam a, a hölgyet, aki, aki végigvezetett bennünket. Nem gondoltam, hogy ilyen gyönyörű a kiállítás, bevallom őszintén, én egy szobára számítottam, ahol igen, megtudunk egy-két információt Márai Sándorról, ahhoz képest hát ámulok és bámulok. Korabeli fotók, képeslapok, festmények, köztük családi tulajdonban lévő festmények, ízlésesen berendezett szobákban eredeti családi bútorok, idézetek és számos érdekes ismeretanyag tárul a látogató elé. Az elmúlt két hónap alatt több mint fél ezren látogattak el az emlékházba. Üzemeltetője a Szlovák Nemzeti Múzeum, azon belül a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma további fejlesztéseket tervez. Arról egyeztettünk, hogy milyen további például a pedagógiai szolgáltatások vagy tevékenységhez szükséges forrásokra lehet szükség a jövőben, és azokat pedig természetesen a Kulturális Minisztérium igyekszik majd biztosítani. A szaktárca szorosan együttműködik a Budapesti Szlovák Intézettel és a Szlovák Turisztikai Képviselettel, akik Magyarországon viszik hírét a Márai Emlékkiállításnak. Számos utazási iroda programjában benne van kassa, azon belül az emlékház megtekintése.